A féltékenységnek igaza van. A féltékenység az mindig a kapcsolat hiányos mi voltát mutatja. A nő akkor nem féltékeny, így tudom egyszerűen mondani, ha érzi azt, hogy szüksége van rá a férfinak. Hogyha a nő féltékenykedik, akkor miért vele vagy? Akkor ő a társad. Ha a nő féltékenykedik, akkor biztosan tudhatod, hogy te nem engeded a lelked legbelső körébe, a lelked legbelső szobáiba, te nem engeded őt be. Hát nagyon egyszerűen összefoglalva, ha féltékenységet tapasztalsz a nőn, akkor nem vagy vele elég őszinte. Ugye az Ádám és Éva történetben az oldalbordát sokan ilyen nagyon becsmérlőnek találják, hogy akkor fú, hát a férfiből vette volna az Isten a nőt, és akkor Ádám oldalbordájából keletkezett volna Éva. Pont ellenkezőleg, én ennek pont az inverze a napi tapasztalatom, hogy a bordám, meg a vázrendszerem, meg a gerincem nélkül nem működöm jól, mint férfi. A társ sok szempontból ezt a fajta tartást tudja adni egy férfinak, és adja nekem is az én feleségem, ami nélkül nem működöm. Szeretettel üdvözöllek, Jós István. Féltékenység megint a téma, de most a női féltékenység. Ugye az előző videóban férfi féltékenység volt a téma, hogy mit tett a nő, amikor a férfi féltékeny, meg egyáltalán mit jelent ez. És most ennek a másik oldala, hogy ugye jött a kérdés, hogy jó, de hát, és akkor mi van, amikor a nő a féltékeny? Nagyon egyszerű, és ugyanaz az igaz, mint a férfi féltékenység esetén értelemszerűen, az pedig az, hogy a féltékenységnek igaza van. A féltékenység az mindig a kapcsolat hiányos mi voltát mutatja. A féltékenység az azt mutatja, hogy nem érzi a másik, hogy a legbelső körben ő lenne. Nem érzi a másik azt a kizárólagosságot, hogy van az életemnek férfiként egy olyan része, amit csak vele osztok meg, ahova csak őt engedem be. Ugye a férfiak életében ez nyilván egyrészt a sikerek meg az örömök, de másrészt az érzelmek és ezen belül a nehéz érzelmek. Tehát a nők onnan tudhatják, vagy onnan tudják biztosan azt, hogy ki van nyerekben. Szoktam ezt úgy mondani, hogy a férfi társa, akit először hív, amikor nagy érzelmi megrázkódtatás éri pozitív vagy negatív értelemben. Tehát, hogy akinek a nehéz dolgokat elmondja. És ugye ezt nők pontosan érzitek, hogy na ez az, amit nem mond mindenkinek. Ez az, amit csak neked mond, talán életében először mond, és most elmond. És ezen múlik a kapcsolat egyébként végül. Tehát nem, nyilván fiatal felnőtt korunkban még múlik a szexuális vonzódásainkon, meg nagyon sok mindenem még, de az érett férfinő kapcsolat, amit én férfinő egységként szeretek erről beszélni, meg amiről ezek a videók itt mindig szólnak, az arról szól, hogy ki a társam. És a társ az, aki a legbelső körben van. A társ az, akit legbelülre be tudok engedni, be akarok engedni, és tovább megyek, szükségem van rá. Szükségem van rá, hogy legbelül ő részt vegyen. Nekem ez napi élményem a saját házasságomban, a saját életemben, hogy sok szempontból diszfunkcionális vagyok, vagy sokkal alacsonyabb szinten működnék, ha nem lenne a feleségem. Hogyha nem lenne ő a hitével, a nyugalmával, a meglátásaival, a tükrökkel, amiket olykor tart, ha ő nem venne részt az életembe. Tehát ugye a nő akkor nem féltékeny, így tudom egyszerűen mondani, ha érzi azt, hogy szüksége van rá a férfinak. Ha érzi azt, hogy rászorul a férfi, ami egy még erősebb fogalom. Ha azt érzi, hogy rászorul a férfi, hogy nélkül nem működik jól, akkor féltékeny. És hogyha ez nincs meg, akkor megint akkor okkal féltékeny. Illetve másrészt ugye ugyanaz igaz, ami a másik videóban, az előző videóban tanács volt nők felé, hogyha a nő féltékenykedik, akkor miért vele vagy? Akkor ő a társad. Ha a nő féltékenykedik, akkor biztosan tudhatod, hogy te nem engeded a lelked legbelső körébe, a lelked legbelső szobáiba, te nem engeded őt be. Ugye itt akkor megint lehetnek különböző operákat idézni, Judit, de most kékszakálú hercegvára, de most nem állok ennek neki. De tényleg, tehát hogy a férfi lelkének vannak szobái, a társ az, aki legbelül van, és hogyha ha nőt te kijebb tartod, vagy távol tartod, azt ő érzi. És akkor ennek nyilván ennek egy alesete, amikor szexuálisan van hozzá közöm, egy alesete, amikor ő egy ilyen egótrófea, mert fú, hát milyen fantasztikusan szép, vagy sikeres, vagy vagyonos, vagy mindegy mi, vagy nem tudom, ki az édesapja, vagy tehát annyi minden egyéb szempont van még, ami egy férfinél működik, hogy egy nővel kapcsolódjon. Vannak az időtöltés státuszban lévő férfinő kapcsolatok, nekem ezzel 10 évem telt,
hogy voltak ilyenek, és szükségem volt rá, hogy legyenek ilyenek. Tehát, hogy ezek mind-mind lépései az odavezető útnak, hogy tartós és stabil kapcsolata legyen a férfinak, amit mondhatok úgy is, hogy ezek azok a gyakorló táncok, ahol a férfi is megtanulja azt, hogy nem csak, hogy szüksége van a nőre, hanem hogy muszáj támaszkodjon a nőre, tehát hogy muszáj beengedni a nőt az életébe ahhoz, hogy jól működjön. És hogyha ez sikerül, akkor a nő nem lesz féltékeny. Tehát nagyon egyszerűen összefoglalva, ha féltékenységet tapasztalsz a nőn, akkor nem vagy vele elég őszinte. Egyszerűen csak ennyi. Akkor nem látszanak, nem a töbleteid, mert a töbletét minden pasi büszkén mutogatja, a hiányaid nem látszanak. Ha a nő féltékeny, akkor nem mered elég bátran, elég őszintén vállalni a tökéletlenségedet, vállalni a hiányokat, vállalni azt, ami téged nyugtalanít, ami benned dolgozik, ami a legőszintébb, legigazabb verziója annak, aki te vagy. Ha ezt egy férfi nem mutatja, akkor ez a nőknél féltékenységként jelentkezik, és joggal jelentkezik, okkal, megalapozottan jelentkezik, mert ugye annak a bizonyítéka, hogy nem társ a nő. Ha legbelül van, ha mindent merek neki mutatni, ha kikérem a tanácsát, a véleményét, ha szükségem van a hitére, a megerősítésére, a támogatására bizonyos helyzetekbe, akkor a nő nem féltékeny. Akkor fel nem merül a féltékenység. És még akkor sem merül fel a féltékenység, hogyha lehet, hogy egyébként a nő nyugtázza azt, hogy az utcán sétálva, nagy ritkán olykor a férfi észrevesz más nőket is vizuális ingerként. De a nő pontosan érti már addigra, meg az érett nő érzi ennek a minőségi különbségét is, hogy van a vizuális inger, van a szexuális vágy, van a lelki kapcsolat, és van a társ, aki nélkül nem tudok működni. De szoktam tényleg úgy is beszélni erről, hogy a dobogó szív, ami nélkül nem működik a férfi. Vagy az Ádám és Éva történetben az oldalbordát sokan ilyen nagyon becsmérlőnek találják, hogy akkor fú, hát a férfiből vette volna az Isten a nőt, és akkor Ádám oldalbordájából keletkezett volna Éva. Pont ellenkezőleg, ennek pont az inverze a napi tapasztalatom, hogy a bordám, meg a vázrendszerem, meg a gerincem nélkül nem működöm jól, mint férfi. És a nő sok szempontból, az erős nő, a társ, sok szempontból ezt a fajta tartást tudja adni egy férfinak. És adja nekem is az én feleségem, ami nélkül nem működöm. De ehhez be kellett őt engedjem legbelülre. Tehát tényleg így a husomba bele, hogy ott borda lehessen, vagy gerinc lehessen, vagy... Nem gerinc, mert a férfinek kell legyen saját gerince, de mégis a gerinc kiegészítése, és a gerinc mellett itt ezeket a lágy részeket védő, nagyon erős valami, tehát így talán a lélek helyét, a szívet védő nagyon erős valami valóságosan a nő. Nekem ez az élményem, bármilyen abszurd is ez a kép, és nekem így nyert értelmet, ez a nagyon-nagyon-nagyon régi, sok ezer éves, vagy ki tudja milyen régi Ádám és Éva történet. Úgyhogy eddig ez a komplementer videó a női féltékenységről. Ha a férfi féltékenység a témád, akkor nézd meg az előzőt. És egyáltalán, ha férfinő témák foglalkoztatnak, vagy tovább lépnél ilyesmibe, akkor nagyon-nagyon-nagyon ajánlom az online kurzusainkat. Ez a legegyszerűbb mód, hogy változtathatsz egy hét alatt akár olyan dolgokon, ami neked most kihívás férfinő témába, és 1000 forintért el lehet változatlanul őket indítani. Férfi út folyamat és női út folyamat online kurzusok az énakadémia.net oldalon elérhetőek. Köszönöm a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!